Szeptember 29-én a Tiszafüred kistérség többcélú társulás tartott sajtótájékoztatót az Ifjúsági és Közösségi Házban. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által támogatott pályázatban létrehozott Gyerekesély Bizottság működéséről, eredményeiről adott tájékoztatást a projekt egyik mentora, Hegyi Lilla. Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napi sajtótájékoztatónkban. A mai sajtótájékoztatón témája az ideális jövő ajándékba tőlünk nevezett elnevezésű projektünk keretein belül működtetett Gyerekesély Bizottság elmúlt évekbeli munkájának az összefoglalása. A Gyerekesély Bizottság működése a Gyerekesély irodában a Tiszafüred Kossuth tér 1 szám alatt biztosított. A Gyerekesély Bizottság egy konzultatív testület, együttműködik a járás településeinek az önkormányzataival. Meghatározott személyek lehetnek a tagjai, úgy mint a projekt munkatársai, projektmenedzser, szakterületi koordinátorok, szakmai vezető, valamint a járás településein dolgozó jelzőrendszeri tagok, az oktatási nevelési intézmények képviselői, családsegítő, védőnök. A Gyerekesély Bizottság 2018. szeptemberében tartotta meg az első ülését. Jelenleg a 18. ülésen vagyunk túl, most 2022. szeptemberében. A Gyerekesély Bizottság kötelező jelleggel egy évben minimum 4-szer ülésezik, ez azt jelenti, hogy negyed évente tartunk egy bizottsági ülést. Lehetőség volt a bizottság létrehozására is, mellyel mi éltünk, hogy a felmerülő krízis helyzetekre minél hamarabb tudjunk reagálni, és ez az évek alatt bebizonyosodott, hogy egyre több esetben szükség is volt az albizottság munkájára. Itt említeném az idén januárban történt tűzesetet, amikor azonnali reagálásra volt szükség a család otthonában. A Gyerekesség Bizottság és a hozzátartozó projektelemmel, úgy mint az innovatív fejlesztés és a krízis alap, kézzelfogható segítségnyújtást tud biztosítani a nehéz helyzetbe került családoknak. Ez óriási segítség, ugyanis ezt megelőzően nem volt erre lehetősége sem a család és gyermekjóléti szolgálatnak, sem a védőnőknek, sem az oktatási nevelési intézményeknek, hogy hozzásegítsék a családokat olyan tárgyi eszközökhöz, amik az ő mindennapjaikat megkönnyítik. Az elmúlt években, eltelt időszakban körülbelül 130 fő bevonására került sor, ezen kettő projektelem keretében. A családok tárgyi eszközökként használatra kaptak kombinált hűtőszekrényből körülbelül 10 darabot, gáztűzhelyből 8 darabot, automata mosógépből 8 darabot, forgótárcsás mosógép és centrifuga is került kiadásra 2 esetben, kandallóval is segítettük a nehéz helyzetbe került családokat 3 esetben, továbbá vízmelegítő, boiler, baby inhalátor és oxigénszintmérő került kiadásra, biciklik, dekubitus matrac, laptop, speciális járássegítő egy kislány esetében. Természetbeni formában nyújtott támogatásként kiemelném az iskolakezdésben való segítségnyújtást, táborozási költségnek a megtérítése, kollégiumi díj hátralék kifizetésében is történt segítségnyújtás, ételallergiás gyermek esetében vásárlási utalvány került a család segítségére, kibocsátásra, valamint 2 óvodás gyerkőc esetében plusz logopédai foglalkozás megtérítésében nyújt segítséget a pályázat. Az elmúlt évek alatt a járás minden települését elértük, tehát mind a 7 településünkön élő családok
kaptak segítséget, akik hozzánk fordultak. Ennek a folyamatnak, folyamatban nagy segítségre vannak a család, segítségünkre vannak a családsegítők, illetve a védőnők, hiszen ők azok, akik minden nap találkoznak ezekkel a családokkal, és igyekeznek adekvált segítséget nyújtani a számukra. Ez a projektelem lehetőséget adott nekünk arra, hogy valós, a családok valós szükségleteire reagáljunk, és ne csak kérjünk a családtól például, hogy a gyerekek tiszta ruhában járjanak az intézményekbe, hanem hozzá is tudjuk segíteni őket a megoldáshoz. Ennek a menete a következő, van egy erre rendszeresített formanyomtatványunk, egy kérelem, amely beérkezik hozzám, mint mentorhoz, ezek után én felveszem a családdal a kapcsolatot, időpontot egyeztetek családlátogatásra, ahol környezettanulmányt készítek, mindezek után felterjesztem a bizottság elé, ahol megmutatásra kerül és döntés születik. A döntésről határozat születik, majd ezután ugye a termék vagy a tárgy átadásra kerül, és egy úgynevezett nyomonkövetés zajlik a tárgy rendeltetésszerű használatáról. Tapasztalatként elmondható, hogy nagy becsben tartják a családok ezeket a tárgyakat, vigyáznak rájuk, tisztán tartják őket, pozitívunként számolnak be mindig róla, hogy mennyire megkönnyítik a mindennapjaikat, és hogy anélkül a pályázat nélkül esélyük sem lett volna rá, hogy hozzájussanak igazából ugye vadi új eszközökhöz. És talán a projekt sikerességét mutathatja az is, hogy az utóbbi időben többször fordult elő, hogy járáson kívüli településekről kerestek meg magánszemélyek, hogy ők is szeretnének kérelmet benyújtani.